Hajdú-Bihar megye egyik településén Nádudvaron vagyunk. A Fazekas család legidősebb tagját kerestük fel, Fazekas Lajos, a népművészet mesterét. A család történetét kezdjük most el, hogy itt Nádudvaron hány testvéred van? Hát nekem 4 testvérem van, 2 fiú, mind a 2 fazekas, népiparművészek, és egy húgom, aki szintén levizsgázott a fazekas szakmából, ő hivatásszerűen pedagógus, szemben a református gimnáziumban tanít. A fiúk így a fazekas szakmát végzik, és te, mint legidősebb, arról faggatnálak, hogy édesapád, nagyapád, és egyáltalán a család történetével kapcsolatban mondjál el nekünk valami olyasmit, ami a család történetét közelebb hozza számunkra. Azt hiszem, hogy ott kellene nekem azt kezdeni, hogy a fazekas család, de mondhatnám azt is, hogy dinasztia. Mert amelyik család már közel 300 éve nevében, hivatásában is összefort, az már dinasztiának nevezhető. Ugye nekem fazekas volt az édesapám, fazekas volt a nagyapám, fazekas volt a déd nagyapám, ők nagyapám, szép nagyapám. Tehát vissza tudjuk vezetni egészen az 1700-as évek hát közepéig. Ezen a tablón tudom én bemutatni a családomat a legegyszerűbben. Ő volt az édesapám. Sajnos ő 15 éve már meghalt, kiváló mesteremben volt. Az anyuka, ő 3 éve halt meg, 90 éves korában. Az apuka 80 éves volt, mikor elment. A nagybátyám, a Fazekas István, apukámnak a testvéröccse, ő 5 éve halt meg, 84 éves korában. A felesége még 2000-ben. Ők ugyanazok, csak munka közben, tehát az apukám és a Pista bácsi, a nagymamám, a nagyapám, a déd nagyapáim, az ők nagyapám és a szép nagyapám. 1834-ben született az öreg mester. Olyan jó nevű fazekas volt, hogy a múzeum akkori szakemberén már megkeresték, vették is tőle edényt, és igazából annak köszönhető, hogy ez a 3 fotó megvan nekünk, mert a múzeumtól kaptuk meg. A 2 idős hölgy, a Lidi néni meg a Juli néni, hát ők is már az égi mezőkön korongoznak, a nagyapámnak voltak a féltestvérei. Tehát gyakorlatilag ugye ez a rész már csak a múlt. És ezen az ágon él most tovább a szakma. Mert a Pista bácsi gyermekteházas pár volt, itt született 4 gyermek. 3 fiú, meg van egy lánytestvérünk. Ő a tablón azért nincs rajta, mert nem a fazekassága fő hivatása, hanem pedagógusként dolgozik. De amellett ő tud fazekolni is. A Ferenc öcsém, aki népi iparművész, az István öcsém, aki szintén népi iparművész, és a legjobb testvér pedig én vagyok, akkor Lajos névre hallgatok, én a 82-ben kaptam meg a népművészetmestere címet. Még annyit, hogy Ferenc a szakiskolában oktató, itt Nádudvaron, az István meg volt 18 évig oktató a szakiskolában, ő már onnan elment nyugdíjba. És hiányzik a tablóról még egy fazekas, az Istvánnak a fia, az ifjú fazekas István. Ő azért nincs a tablón, mert az egészet át kellene szerkeszteni. 92-ben csináltuk ezt a tablót, és akkor ő még tanuló volt, és így maradt le a tablóról. És még mindig van egy fazekas, a húgomnak a fia, a Viszokai Kornél, ő orvos ugyan, de kiválóan fazekol. A népművészet ifjú mestere cím birtokosa is, ő kint Németországban orvosol most, de nem hivatásszerűen is a szakmát. Hát ennyi a családról. Ez a
a Lidi néni meg a Juli néni, a nagyapámnak a féltestvérei. A Lidi néni az mindig korongozott. Ő volt a korongus. Nagyon ritka, mert ők nem nagyon tanulták meg, sőt, a mi családunkban senki. Ő volt az egyedüli, meg hát a húgom most, aki egy kicsit korongozgat. A testvére pedig mindig rajzolgatta az edényeket. Most ezen a képen pedig a szép nagyapa és az ők nagyapám látható. Ő volt az első, aki rőfotó van. 1834-ben született, és hát ugye még, mint ahogy látjuk, bőgatyába érte az életét. Hát ezen a képen már az én déd nagyapám látható, és a Lidi meg a Juli néninek a két testvére van itt a képeken. Mindig született olyan tehetséges utód a dinasztiába, ez valami isteni ajándék, hogy olyan tehetséggel volt megáldva, hogy tudod hozzátenni az ősök tudásához valamit még a sajátjából. Ennek köszönhető, hogy a nádudvari fekete cserép fent tudott maradni napjainkig. Hát igazából ez ösztökélt engem arra, hogy felépítsem a fazekas házat. Szóval ugye az én őseim hiába voltak kiváló mesteremberek, soha nem adatott meg nekik az életükben az, ami nekem egy kis szerencse folytán megadatott, hogy olyan korban születtem, amikor már nem csak használati tárgyként kellett a fekete cserép, hanem díszkerámiaként kezdték titulálni. De erről majd később szeretnék inkább egy kicsit beszélni, most csak magáról a házról, hogy miért született meg. Ugye mondtam, hogy olyan tehetséges őseink voltak. Sehol nem gyűjtötték, tudták, nem gyűjtötték össze, nem mutatták be ezeknek az én őseimnek a munkáit, és akkor úgy gondoltam, hogy építeni kell, ha már megadatott nekem egy olyan házat, amit természetesen fazekas háznak neveztünk el, ahol amellett, hogy én tudok dolgozni kényelmesen, alkotni, minden általam nagyra becsült elődömnek be tudom mutatni a munkáinak egy-egy szép példányát. Hát ez egy gyönyörű példány, szép nincs. Ezt a Déri Múzeum is azt szokta lefotóztatni mindig. Na most erről tudnotok kell, hogy én ezt 1966-ban vettem meg egy öreg nénitől, azzal a laskaszedővel együtt. Ez nász ajándék volt. Az én szép nagyapám, aki 1839-ben született, az ő apja csinálta a keresztfiának nász ajándékba, akit így hívtak, hogy Zubor János. Itt van. Én ezt annak idején 1500 forintért vettem meg, ez nagyon komoly pénz volt 66-ban. De májnap is örülök, hogy megvan, mert egy gyönyörű példány. És ugye sokáig vitatott volt, még a Dunovszki tanár is azt mondta annak idején, hogy a tulipános minta a fekete cserépen abszolút nem jellemző, sose volt. És itt van rajta, látod. Igen. Rárakva is, meg kavicsolva is. Igen. Na, úgyhogy. Ritka szép példány. Hát ezek vannak a házban. Ennek azt akarom kérdezni tőled, hogy érintett, és mikor érintett meg téged ez a szakma? Hát igazából ugye én az édesapámat majdnem 6 éves koromban ismertem meg. Mert 3 hónapos koromban látott először, akkor katona volt, utána fogságba esett, Kújbisebbe több mint 4 évet lehúzott. Hát az Isten kegyelméből hazakerült, és ugye akkor ismerkedtünk meg. Akkor ő még piacra dolgozott, használati tárgyakat készített, teljes köcsögöt, csirkétatót, káposztafőz, fazekakat, meg sok minden más ilyen használati edényeket. Ez igazából nekem nem volt vonzó. Majd akkor kezdtem én
vonzalmat érezni az agy művesség után, mikor 1950-es évek legelején a díszkerámia készítésre, tehát a fekete kerámia készítésére kezdtek átállni. Hát az nekem borzalmasan tetszett. Ahogy a nagyanyám rajzolta a mintákat, meg anyukám, meg apukám formálta ezeket a szebb-nészebb szirkéket, mézes csuprokat. Hát akkor azt mondtam, hogy mindenképpen fazekas leszek. Tehát igazából, ugye én olyan 54-55-től kezdve foglalkozom azzal, hogy nap mint nap belenyúlok az agyamba, és formázgatom. De aktívan tanulónak 1962-ben szerződtem le. Apukám mellett voltam tanuló, és mezőtúron vizsgáztam le a fazekas szakmából az agyaképző szövetkezetnél. Nagyapádat ismerted? Hála jó Istennek, nekem még megadatott, hogy ismertem. Kiváló mesteremben volt, ő 1959-ben egy nagyon buta betegségbe halt meg. Életében soha nem volt beteg. Abban az időben, biztosan hallottál róla, volt járvány, ez az úgynevezett hongkongi influenza, és ő szabályosan megfulladt. A torkán egy ilyen mócsing összegyűlt, mert az orvos lejött, már késő volt. Így ment el 59-be egy kiváló mester a dinasztiából. Hát szerintem ő volt a dinasztiában minden idők eddig legjobb mester. Nagyapád is ezt a virágornamenset használta díszítésként? Most, itt gondolom nagymamád volt a sikálország. Most ugye tudni kell, hogy az én nagyapám, meg a nagymamám kétfajta cserépedényt készített. Ők csinálták a fekete edényeket, és csinálták a mázas edényeket. Egészen más funkciója volt a feketének, és más a mázasnak. Ugye a fekete edények mindig tárolás céljára voltak alkalmasak, ezekbe kiválóan el lehetett tárolni télire különböző magvakat. Ezek a magvak megőrizték bennük a csiraképességüket, és nagyon jók voltak víztárolására. Mert a víz meg... cukrot is csinált. Így van, de a víz meg hidegen marad benne. De ugyanakkor használták ezeket az edényeket lekváros székének, mézes székének, cukros bödönnek, lisztes bödön készítettek belőle. A víztárolását most említetted. Ezt nyilván akkor is használták, amikor kimentek kapálni és beásták a földbe. Hát természetesen. Ugye a nádodvari fekete korsó határainkon túl is ismert. Már akkor is ismert volt. Mert ugye az a jó tulajdonsága megvan, hogy beleöntik a vizet, és minek utána az agyag szerkezete porózus, szépen át szivárog rajta a víz, és a külső felületén egy hőelvonás keletkezik. Ezen az elven tartja hidegen a vizet. Tudni kell, hogy egy átlag ember nyáron, egy paraszt ember 5 liter víz körül iszik meg. Tehát ha hitelesen akarok megcsinálni ma egy aratókorsót, egy ilyen vizes korsót, mert ugye ezt aratókorsónak is hívták, akkor ennek a normális mérete 5 liter. Uh-huh. Tehát az a lényege, hogy a pórus nincs lezárva a mázzal, így tulajdonképpen a földnek a hűvös részét is át tudja venni, és ezáltal a korsó külső felületén egy ilyen gyöngyöző felület jön. A földben nem feltétlenül azért ásták le, hogy onnan hideget vegyen fel. Nem, hanem azért ásták el, hogy a párolgást egy kicsit visszafogják. Mert ha kiteszed a napra, ugyanaz, mint az embernek a bőre, ugye, a bőrlégzés. Ugye kifekszünk 40 fokba a tengerpartra, elkezdünk izzadni, a belső hőmérséklet az ugyanúgy 36,6 marad. Csak nap izzadsz. Na most a korsóra ugyanaz a helyzet. Ha napon hagyod, abban ugyanúgy hideg marad a víz, csak az 5 literből akár egy fél liter vagy liter is párologni. Ha leássa a földbe, akkor a párolgás egy kicsit visszafogott, tehát több víz marad meg a korsóban. Fantasztikus, gazdag, formakultúrájú edényeket őriztél meg a nagyapáról, dédapáról,
és édesapád munkásságából. Ezeket hogy tanultad meg édesapádtól? Hát ugye az apukám, mint kiváló fazekas mester, összes ősi formát, ami a paraszti háztartásban használt itt ágyként kellett, mindet nagyon jó szinten korongozta. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azok a használati edények, amit nap mint nap használtak a paraszti kultúrában, az évszázadokon keresztül annyira letisztult formákká váltak, hogy azon nem szabad változtatni. Apukám is engem mindig erre ösztökélt. Kisfiam, ezt így csináld meg, ne változtass rajta. Ezek olyan tökéletes formák. Ugye az imént beszéltünk az aratókósóról. Ez az igaz aratókósó, itt tisztálk a vizet belőle, ezt úgy hívják, hogy a kósónak a csöcse, ezt, és így kell megfogni a kósót, elmarkolni, és akkor így veszi a száv, és akkor itt tiszta a vizet. Minden kósóban vannak ilyen kis csörgők, az agyag golyó, csak megég benne, azért csörög így, az mossa a vízkövet le az oldaláról körbe. És ez az a rostély, amit én mutattam, hogy ugye a felborul, ne tudjon a víz azonnal kiszaladni belőle. Ide mindig tettek egy kis fehér ruhát, kis szalvétát bele a parasztember felesége, hogy kis búza, kalász, bokára kell, mert tudjon bemászni. És ami nagyon fontos, hogy ennek a hasa ilyen legyen, hogy ne legyen kisebb, mint a nyaka. Tehát ha ezt leteszem a földre, ugye, és elborul, akkor ne tudjon eltörni, hanem mindig igyekezzen visszajönni ide az alján. Tehát ugye mindig ide visszabillen. Tehát szóval látni, hogy soha nem a széle éri a földet, hanem mindig így visszamászik. Még egy példa, teljes köcsög. Ugye teljes köcsögnek az a funkciója, hogy belöntik a tejet, másfél-két litert, de ugye a tej sav az kegyetlen szagos tud lenni. Tehát bele kellett férni egy erős kezű asszonynak a kezének, és ezt ki lehessen mosni. Régebben sokkal nagyobb becsülete volt egy kézműves tájnak, mint napjainkban, meg nagyobb volt a kötődése a tulajdon, a taggazdának, hogy így mondjam, ahhoz a tárgyhoz. Egy köcsög elrepett például. Nem dobták el, mert igaz, hogy már tejnek nem volt alkalmas, mert átfolyt rajta. De kiváló volt akár meszedbe eltenni, de nagyon jó volt arra is, hogy száraz magvakat tároljanak benne, és akkor betette a kamarába, a spájzba, és annak tökéletes volt. Nem biztos, hogy a fazekasok ennek annyira örültek, mert ugye egy fazekas mindig annak örül, hogyha törik az edény, mert akkor jönnek másikat venni. De ugyanakkor meg büszkék voltak rá a fazekasok, hogy olyan becsülete van annak az edénynek, amit ők készítenek, hogy mindaddig, míg valamire lehet használni, nem dobták ki. Sajnos nem gondolom, hogy ma is ez így van. A drótozás. Meg volt a hagyománya annak, hogy az edényeket bedrótozták, hát főleg akkor, amikor megrepett már. Az, hogy ne essen szét, igaz, hogy a víz attól átfolyt rajta, de tárolás céljára még tudták használni, sokat erősített az edényen. Főleg, ha egy nagy tálat csinált, azt alapvetően, azt mindig be kellett drótozni. Ugye egy 25-30 literes juteljes tál, vagy egy leveses tál, ott az erő szétosztott ezen a tálon, és úgy tudták felemelni, azt majd kint fogom megmutatni, ott van olyan. De ez egy, hogy hívják, egy lisztes bödön, bedrótozva 1847-es. Itt van 1847. Na hát ezt a nagybátyámnak a munkája, itt belöntötték az olajat, tehát, vagy a petrót, és egy kócot pedig itt húztak ki belőle, és azt gyújtották meg. Hát ilyen mellékhelyiségbe, istálóba, pincébe, kamrába használták általában őket. Ilyen. De sokan megkérdezik, hogy hogy lehetett ebbe törni a mozsárba, hogy eltörik. Hát ebbe soha nem törtek, hanem morzsoltak gyógynövényeket, azért is ugye nem domború a mozsárütő, hanem ilyen lapos, mert beletették a beszállított gyógynövényeket, és akkor ezzel szépen így elmorzsolták, eltörzsölték benne apróra.
Tehát ez arra készült. Nagybátyám munkája, Pista bácsi. Gyertyamátogatód nincs most. Hát ez van csak. Ja, akkor azt. Ez gyertya, van. Gyertya. Na most ez gyertyamártó, vagy gyertya öntő névre hallgat. Azért van ez a két neve, mert először ugye a gyertyát csak úgy készítették, hogy belemártogatták a fagyúba a kócot, később pedig öntötték különböző formákba. És először ugye gyertya mártónak hívták, később ugyanezt a formát gyertya öntőnek. Most ebbe ugye bele tették a felolvasztott fagyút, vagy a fagyút és utána felolvasztották, és ide ezek a csücskökre meg egy-egy kócot kötöttek. És ahányszor azt belemártották sorba egymás után, mindig ragadt rá egy kis fagyú. Tehát így hízlalták fel a gyertyát. Azért hívják gyertya mártónak. Hát ez ilyen. Ezt úgy hívjuk, hogy kerti locsoló. Hát itt belentötték a vizet, és akkor azért van ez a kis apró luk rajta, hogy ezzel nagyon szépen tudták a kertbe locsolni a veteményt, vagy éppen amit akartak. Nagyon szép a mintája ennek a korsónak, vagy locsolónak. Ez ami nem annyira volt jellemző nádudvarra, ez is a nagybátyám munkája. Ő úgy csinálta nekem ajándékban. Hát van maga a Miska, és van a Miskáné. De gyakorlatilag mind a kettő ilyen pálinkás butella. A Miskánéból lehet inni itt a fülén keresztül, ebből meg csak önteni lehet. A Miskában annak nincs a szopókája. Igazából ugye a nádudvari mesterekre ez nem volt jellemző, mint ahogy mondtam is nektek, hogy a fekete szín azért nem érteti annyira ezeket a dolgokat. Gyönyörű miskákat csináltak Tiszafüreden, Mezőtúron, Mezőcsáton. Hát azzal ugye itt nem lehetett felvenni a versenyt. Most se tudnánk. Meg tudunk csinálni bármilyen miskát, de hát ezek színek kellenek, tehát ezt nem... Itt van egyetlen egy kosúldíjas mester. Ezt nem tudom, Bandi, neked feltűnt-e, az öreg kántor. Igen. A fazeg a szakmában, ő kapott egyedül kosúldíjat. Meg van még egy kosúldíjas mester. Meg a Kapoli, igen, mint Faragó. Nem kaptak többet. A fekete edények mellett csinálunk barna terakotta színedényeket is. Lényegében ugyanúgy készül, mint a feketék. Az égetésénél van különbség csupán. Ezeket nem redukáljuk vissza a feketére, és azért marad barna. Van rá igény, csináljuk is, de ezt régen is csinálták, nem ilyen nemes barnára égették, mint ez, hanem ez a közönséges virágcserép színűek voltak ezek. Most ez azért lesz ilyen nemesebb barna, mert ugye először is a kavicsorán rajzoljuk a mintákat, ott már szebb a barna szín. A másik pedig ugyanabban a fafűtéses kemencébe égetem, és ugye egy nagyon picit a füst az csak közzé jár az edényeknek, és a füst miatt kapja ezt a szép, ilyen hogy mondjam, patinás a barna színét, igen. Hát ez ilyenek. Ezen is lehet látni, hogy kivetíteném annyi a nyaka, mint az öble. Tehát így tartja meg szépen magát. Ezek a golyók meg ugye azért vannak benne, mert ezt tisztított állandóan belül, hogy a vízkő ne tudjon nagyon felrakódni, igen. Hát itt, ahogy elkezdtük, még annyit elmondanék, hogy ugye a nagyapám, aki az első tablón van, ő kezdte el a felújítását a fekete cserepeknek 51-be. Ez a négy gyönyörű edény az ő munkája. Itt középen, ezen a három tablón az apukám látható, meg az anyukám. Ezek az ő munkái. Ha megfigyeljük, nagyon-nagyon jól lehet rajta érzékelni, hogy mennyivel visszafogottak már az a visszafogottabbak. Ott nagyon látszik az útkerese is, főleg az a nagy vázán. A mintája is olyan, mint egy matyó hímzés szinte. Tehát ezt mondom én, hogy szépek a virágornamentikák,
De úgy, ahogy Bandi, te is mondtad, hogy a visszafiótság. Tehát nem szabad elmenni egy hímzés irányába. És lehet is látni, hogy később már még nagymama is visszafogottabb lett, mert azon már nincs annyi minta. Apukáik meg még visszább jöttek már. És innen már csak egy lépés volt nekem, hogy a geometria irányába átlépjek. Emlékszel arra, hogy édesapádék az elkészült edényekkel hogy mentek el vásárba? És hogy folyt le? Van-e ilyen élményed? Hogyne, hát én jártam is végelük vásárra. Hát az egy egészen érdekes világ volt. És nagyon szép volt az. Nagyon szép volt. Én még arra is emlékszem, hogy a fazekas nagyapám, meg a nagymamám, ugye nekik volt esetenként 2-3 segédjük, és akikkel együtt dolgoztak. Most a nagyapám, ő nem annyira szeretett vásározni, de abban az időben nagyon sok olyan mesterember volt, aki hozzá hasonlóan gondolkodott, inkább odaadták nagyobb tételbe, kicsit olcsóban kereskedőnek az edényeket. Oda ment a kereskedő, megszámolták, kifizette, elvitte. De a nagymama az már akkor is elment vásárra. Itt Nádudvaron is rendszeresen kijárt vásározni. És mindig azt mondta, hogy te apjuk, hidd el, hogy kell vásárra menni. Annyi információt kapok én ott, elmondják, hogy mi kell, mit szeretnének venni. És én azt neked elmondom, kellendőbbek tudnak lenni az edényeink. Tehát valahol a vásárló igénye, meg a mesterembernek a tudások egymást kiegészítették. Közelebb került a két dolog egymáshoz. Most az édesapám esete, amire én nagyon jól visszaemlékszem már, hát ők sok helyre jártak vásárra. De ez annak köszönhető, hogy anyukám hát az a piacra született. Ez fantasztikus asszony volt. Hát nem véletlen ugye, hogy az anyai nagyapámék meg kocsmárosok voltak. Tehát anyukám ott valahol érintett volt abban, hogy kell. Kereskedő fért volt benne, és nagyon értette a kereskedelmet. Hát ő rendszeresen járt vására, itt a környéken ilyen, hogy Kaba, Tetétlen, Bárán, Földes, Püspöklarány, Nádudva. Tehát ez Hajdúszoboszló. Hát én emlékszem rá, sokszor elmondta anyuka, hogy hát Hajdúszoboszlón egy őszi vásár. Arra mindig felkészültek. Más volt ősszel egy vására, összeállított áru mennyiségének az összetétele, meg más volt a tavaszi. Ősszel mindig főzőedények kellett vinni. Káposzta főzői fazekakat, sütőedényeket, amit kemencébe bele lehet rakni. Feketét, nagy eset nem is vittek ők még akkor feketét, mert azt majd az 50-es évek után csinálták jobban, amit vittek. És tavasszal pedig mindig virágcserép, csirkétató, ezek voltak a slágerek a piacon. Vagy kacsaitatók, ezek a nagy magasok. Tehát ők nagyon sokat jártak vásárra, ritkán adták csak kereskedőnek az edényeket. Sajnos ezeknek a használati edényeknek a piaca 1950-re szinte teljesen megszűnt. És ettől az időtől kezdve lehet arról beszélni majd, hogy fekete kerámia. Emlékszel arra az időszakra, amikor a vásárhoz készülődött a család? Mivel jártak a vásárra, lőcsösszekérrel? Hát természetesen, abban az időben, én emlékszem, apukámnak volt egy jó komája, az Élés Pista bácsi, és mindig, meg a sógora, a Vidasanyi bácsi, mind a kettőnek volt szekere, lova, és hát ezzel vitték az edényeket a vásárra, szalmába csomagolták, és nagyon ügyesen minden sort, ahogy felraktak a szekére, minden sorban szinte minden fajta edény volt. Tehát okosan pakolták fel azért, hogy ne kelljen az összest leszedni egyszerre azért, hogy mindenféle legyen kint a piacon, hát a földön, mert ott oda rakták le a földre az edényeket. De volt ennek egy másik praktikus oka is, hogy abban az időben is azért az adóellenők megjelentek a piacon, és ugye szépen megszámolták azt, hogy mi van lerakva, mikor megkezdődött a vásár, és sokszor elmondta nekem a fukám is,
És mikor mentek elfele, akkor is megszámolták, hogy mi maradt. Tehát picit próbálták abban az időben is ellenőrizni, de minden esetben csak szekérrel mentek a piacra. Hát ugye akkor még ilyen, hogy autóról álmodni se lehetett. Itt Nárudvaron pedig nagyon sok esetben béreltek a piac mellett valamelyik közeli háznál egy helyiséget, és onnan csak úgy kézzel hordták ki a piac az edényeket. A szekérbe, a löcsös szekérbe mindenképpen egy fűzfából készített kast tettek. És a kas ha több, megint nem engedte meg, hogy szép. Ha több erényt vittek, igen, de nagyon sok esetben volt, hogy csak úgy a szekére rakták fel, mert nem kellett olyan sok edényt vinni, hogy ne férjen fel. Uh-huh. Csak kiemelkedő ilyen Mihály napi vásáron, tehát ha nagyobb vásár volt, csak akkor vittek ilyen kasos szekéren. Uh-huh. És volt-e még olyan emléked, vagy hallottál-e a nagyapádékról, hogy amikor még nem pénzzel fizettek ezért, hanem termékben? Nekem olyan emlék, személyes emlékem ilyen nincs, de nagyapámtól hallottam, hogy számtalan olyan eset volt, még az ő fiatal korában, vagy a dédnagyapám korában, hogy egy-egy edényt annyira adtak oda, amennyi terményembe belefért. Mit tudom én, egy lisztes bödönt, ha teremtöttek nekik lisztet, akkor az volt az ára, elvihették. De én ezt személyesen nem értem meg már. Na és azt akarom kérdezni, hogy végül is te már akkor a szakmában mindenképpen belekóstoltál, amikor mi találkoztunk a Hőgyes Endre gimnáziumban, és végül is ugyanide jöttél vissza. Hát én igazából nem is akartam gimnáziumba menni. Én már akkor mindenképpen tanulni akartam a szakmát. Aztán drága jó anyai nagyanyámnak köszönhetem, meg az anyukámnak, hogy azt mondták, hogy fiam, el kell végezni a gimnáziumot, utána még lesz időd megtanulni a szakmát, meg közben is tanulhatod. Tehát így mentem el Hajdúszoboszló gimnáziumba, nagyon szeretem oda járni, jól is éreztem magam, de közben mindig tanultam korongozni. Tehát én mire leérettségiztem, akkor már elég jól tudtam korongozni. És úgy szerződtem le, 1962-ben végeztem el a gimnáziumot, akkor érettségiztem, és 62. szeptember 1-jel szerződtem le tanulónak, egy budapesti népművészeti házépítés szövetkezetnek lettem a tanulója, de a szövetkezet apukám mellé helyezett ki tanulónak. Ott voltam egy évig tanuló, és 63-ban Mezőtúron az Agyaképörő Szövetkezetbe vizsgáztam a szakmában. Beszélj nekem egy kicsit az inas évekről. Milyen emlékeket őrzöl? Hát kérlek szépen, szerencsés voltam, mert ugye egy szülői házban az ember az apukájától tanulja a mesterséget, vagy egy régen mestertől az úgy gondolom nem egyforma. Ugye, hát én otthon éreztem magam állandóan, mint tanuló és a műhelyben, mert hát otthon is voltam. A műhelyünk nem együtt volt már akkor a lakással, hanem külön apukám is épített egy kisebb műhelyt a háztól eltérő, a háztól külön, és az egyik sarokban volt az apukám korongja, a másikban pedig az enyém. Az én korongom, emlékszem rá, hogy közvetlen a kemence előtt volt. Mind a kettőnk korongját egy-egy ablak világította meg. Mert az mindig fontos volt, hogy a fazekas mesterek úgy teszik be a korongot, hogy jó megvilágított legyen. Annál is inkább, hogy ugye az én őseimnek nem is volt még villanyházuk, hát ők lámpával dolgoztak, tehát nappal feltétlen kellett, hogy világos legyen az ablak miatt. Hát a fény az oldal. A fény az oldalra jött, igen. És hát ugye nekem apukám megmutatta, hogy hogy kell az agyagot meggyúrni, hogy kell kirögölni az agyagot. Hát az előkészítését azt eleinte ő csinált, utána pedig nekem kellett. Igazából, hogy mondjam neked, párszor mutatta meg, hogy hogy kell az agyagot középre tenni, és aztán én is dolgoztam az én korunkomban, ő is dolgozott az ő korunkján.
és oda-oda szólt, hogy fiam, húzd még föntebb az edényt, öblösítsd egy kicsit, szűkítsd anyakát egy kicsit az edénynek. És eleinte én nem is nagyon értettem, hogy lehet így megtanulni a szakmát. De ő ösztönösen tudta, hogy így kell tanítani. Mert igazából azt akarta is, hogy érezzek rá arra, hogy az az agyag mennyit bír. Ő hagyott engem nyugodtan, békéből tanulgatni. Hogy érezzem meg ezt a dolgot. Egy-két hónap alatt olyan eredményeket tud elérni a korongon, akinek jó érzéke van hozzá, hogy hihetetlen. Én mindig a zenéhez hasonlítom. És azért nem is értettem én egyet, mert most értek egyet azzal, hogy egy-egy ilyen kézműs iskolában, mondjuk egy fazekas szakon, csak erről beszélek, mert ezt ismerem egy kicsit jobban, miért nem is nézik meg, ha nem is egy komoly felvételével, de miért nem nézik meg, hogy milyenek az új annak a gyereknek, hogy oda jelenkezik. Mert ugye mondtam, hogy a zenéhez hasonlítom, hogy ott is, ha valaki, valamelyik gyereket a szülők balka, hogy érteni zeneiskolába, azért csak meghallgatják, hogy van-e némi hallása. Mert én hiszek abban, hogy mindenkinek lehet finomítani a hallásán, de soha nem lesz profi zenész, akinek nincs hallása. Na most itt is, hogyha van olyan gyerek, akinek, bocsánatot kérde, de olyan fakeze van, hogy azt nincs ember, aki meg tudja tanítani az agyag művességre. Mert ehhez azért gyakorlatilag egy könnyű kezű, olyan, hogy mondjam neked, olyan játékos, újú ember kell, aki ezt meg tudja tanulni. Mert én szerintem az agyag formálásához olyan egyedi fogásokat alakít ki minden fazekas magának, amit nem is lehet a mesterétől egy az egybe átvenni. Az magad alakított ki magadnak, mint hogy én is az alapfogásokat apukámtól megpróbáltam megtanulni, de korán nem azokkal a fogásokkal dolgozom, mint amivel ő dolgozott. Én itt nem a zenéhez hasonlítanám, hanem egy vakembernek a kezéhez, aki háromszor vagy négyszer érzékenyebb a keze, hiszen itt vannak a szemei. Ennek az érzékelésével lát. Hát... És egy csodálatos nagy dolog, amit mondasz, hogy igen, ha ezt még érzi, akkor nagy dolog. Eljutottunk odáig, hogy az inas éveket ilyen élményekkel telve töltötted, leérettségiztél, és utána hogy alakult az életed? Hát kérlek szépen, én ugye érettség után, mint ahogy mondtam nektek, egy évig voltam tanuló, levizsgáztam, és hát természetesen az apukám műhelyébe tanultam tovább, és dolgoztam. A Budapesti Népművészeti Házépülő Szövetkezetnek voltam a tagja, és onnan jöttek a szövetkezet a megrendelések, azt le kellett szállítani. Ilyen határidősek voltak. Nekem a legnagyobb gondot mindig az jelentette, hogy tudnék én a családi örökséghez valamit hozzátenni. Mert ugye nagy kihívásnám egy ilyen dinasztiába beleszületni, ahol, igen, és felelősség is, ahol olyan kiváló mesteremberek voltak, mint ahogy mondtam neked, a nagyapám, az édesapám, a nagybátyám. Hát ugye már akkor az én nagybátyám a népművészet mestere volt. Apukám a népművészet mestere volt. Mindenki ismert őket. Ugye a nagyapa sajnos 59-ben meghalt. És egy darabig nagyon tetszett nekem az, hogy le tudtam másolni mindent, amit apukám megcsinált. Tehát attól én még nem voltam igazából senki. És valahogy úgy fiatal koromban is a fejembe vettem azt, hogy én pedig ifjú fazekas Lajos szeretnék lenni. Tehát valami más kéne csinálnom, mint amit csinál a nagybátyám, csinál az apukám, csinált a nagyapám. Tehát hogy lehet más csinálni? Próbálkoztam én mindennel. Nem igazán jött össze a dolog. Attól kezdve alakultak azok a formák, amit én elképzeltem, hogy változást szeretnék ezekkel létrehozni a dinasztia munkájába, mikor a Béres Bandi bácsit megismertem, az akkori Déri Múzeum igazgatóját, dr. Béres Andrást, vagy a dr. Varga Gyulával sikerült felvennünk a kapcsolatot, a Masics Laci bácsival, hát ugye ezek olyan nagy emberek voltak, nagyon nagyok voltak.
És ugye, hát igazából azt el kell mondanom neked, hogy a Masis Laci bácsinak köszönhető az, hogy Nádodvaron ma létezik fekete kerámia, hisz 51-ben a Masis Laci bácsi kereste meg az én nagyapámat, a Neihói Fazekas Lajost, hogy én lesz-e úgy áll a fekete cserép készítését, és akkor a nagyapám mondta, hogy de hát, kedves elvtársam, hát nem kellett már a használt idén senkinek. És akkor ez a Laci bácsi mondta, hogy nem a régi használt itt szeretné egy az egybe, hanem annak egy olyan változatát, ami ma már lakás, a lakásokban dísztárgyként is megjelenhet. A nagyapám volt az egyetlen ember, aki még emlékezett arra, hogy kell a fekete cserepet megégetni 51-be. És őt látjuk itt az első képen. Pontosan egy kalapos korsónak a fülét teszi fölfele. Most ezen a képen pedig láthatók középen a nagyapa. Ez az, amiről beszéltem, hogy ezzel kezdődik a korongolás. Ugye, hogy bejön a korongra, maga elébe tesz az agyagrögöt, és akkor azt kezdi majd formálni. Most ez a két úri ember próbálják a nagyapámat meggyőzni arról, hogy el kell kezdeni készíteni a cserepeket. Itt szintén a nagyapa látható, egy korsóval a kezébe, ez az arató korsó. Tehát olyan, mint ez, csak nincs kalapja. Ezen a lenti képen a nagymama, a Bujáki Klári mintázó és a nagybátyám, a Fazekas István. És ezen a képen látható középen szintén a nagyapa, meg a Béres András, aki a Téri Múzeumnak volt az igazgatója. Ez az úriember meg valahol a megyei tanácson dolgozott abban az időben, nem tudom, hogy hogy hívják. Hogy milyen jól haladtak előre az úton a fekete kerámia készítésébe, ezzel tudom érzékeltetni, hogy 54-ben azért már jelentős újságcikk jelent meg róluk. A Sajn meg rádióriportot készítettek velük. 59-ben sajnos a nagyapa elment az utolsó útjára. És ez a kép az egyik legértékesebb a számunkra itt, mert 58-ban már Brüsszelben a világkiáltáson a kalapos korsó ott van a vitrínben. Ez óriási dolog, hogy 51-ben kezdték el újra készíteni, és az alatt a 7-8 év alatt ilyen hirdetett szert. Vagy ezen a képen ez a dr. Kuruc Albert, meg a Masis tanár úr ajándékozzák a korsót a minisztériumba. Tehát már olyan rangja volt akkor a korsónak, hogy ilyen szinten ajándékozták. Ma sem teszik ezt meg. Ma sem. Hát ezen a képeken szintén a családról van egy-két fotó, és innentől kezdve pedig az édesapám, meg az ő családja eddig egy-két oklevel apukámnak kiállításáról megnyitó képek láthatók. Itt, amikor a munkaérdemrend ez is fokozatát kapta apukám a 60. születésnapja alkalmából, a dr. Szabó Imre, ő volt a megyei tanács akkori elnöke, a Szőlősi Gyula, az Ónosi László, ő volt a naplónak a főszerkesztője, a Hajdú-Bihari naplónak, és ő pedig a Gyarmati Kálmán. Ezek közül, akit itt látunk, még él a Gyarmati Kálmán, ő volt a Bocskai kertben a polgármester, azt hiszem András, a legöregebb polgármester volt az országban, meg a Kölcsének volt az igazgatója sokáig, meg a Szabó Imre él még, a dr. Szabó Imre volt elnök. És innentől, hát erről még annyit, itt is az apukám van, az anyukám van, ott még fiatalabb korukban, itt két edényt fognak kezükben, és hát itt, hogy korongozik az apuka, itt meg, hogy rajzol az anyukám. És ez pedig a Pista bácsi. Úgy gondoltam, a két testvér itt egymás mellett hadd legyenek. Ez egy nagyon régi felvétel, mely nagybátyám szakkör vezetett itt Nádodvaron, hát nagyon fiatal volt. Az valamikor, megmondom én, hogy olyan 1959 körül készült az a felvétel. Itt szintén a nagybátyám az egyik mintázójával, itt ahogy dolgozik a Pista bácsi, itt meg Ircsi, a felesége,
ahogy rajzolja a kavicsal a virágon nevetik át a tányérba. Ez a Fazekas Pista bácsinak, a nagybátyámnak a ház avatóján történt felvétel. A Nádos házat akkor avatták fel. Itt szintén ugyanaz van. Hát ezen a képen már sajnos nem az Ércsivel, a feleségével látható, mert az Ércsi meghalt 2000-ben, és ez a Pista bátyám utána összeismerkedett egy másik hölgyel, ez az élettársi kapcsolat volt közöttük, Boros Eszterrel, éltek majdnem 10 évet együtt. A szintén a Pista bátyám, egy Sándor Károly nevű festő, ő festette ezt a portrét a Pista bácsiról. Ő úgy emlékszem, hogy Londonban élő festő. Igen, de szoboszlói születés, ugye? Igen. És hát Pistával jó barátságban voltak, és úgy festett ezt a portrét róla. Pista még életében nekem ajándékozta, csak akkor hoztam el, mikor már ugye meghalt. És ez egy nagyon értékes oklevél, azt hiszem nem csak nekem, az egész megye számára, hisz ez a mester cím volt, 1954-ben adták ki az első népművészetmestere cím Hajdú-Bihar megyébe. Ő kapta meg először, mert ott legelőször 53-ban adta ki mestercímet, népművészetmestere címet, akkor Kántor bácsi kapta meg a fazekasok közül, 54-ben meg a nagybátyám, 30 éves korában. 30 éves. És utána ő nem is kapott sem elismerést, szinte nyugdíjas koráig. Az volt a bűne, hogy felkísért két teherautó élelmet 56-ban. És hát ez elég volt ahhoz, hogy attól kezdve őt nem nagyon instápolták. Na visszatérve arra a gondolatra, hogy próbáltam egy más edényeket készíteni. Megengedhettem magamnak olyan eltéréseket, hogy egy picit megslankítok egy edényt, amivel lehet, hogy a használhatóságán egy picit rontok, a praktikusságán, de esztétikailag meg sokkal többet emelek a színvonalán. Tehát ezeket a változásokra valahogy sikerült ráérezni, és ennek köszönhetően kaphattam én a Kressz Máriától, a doktor Kressz Máriától olyan dicséreteket, hogy mertem ezen az úton tovább haladni. És ugye, mikor ezeket meglátta a Béres András, a Varga Gyuszi bácsi, a Masis tanár úr, akkor ők is azt mondták, igen Lajos, ez az út, ezen kell járni. Én mindig is azt mondom, hogy gyakorlatilag iszonyú szerencsés voltam én, mert egy olyan családba születtem bele, ahol évszázadokon keresztül halmozódott fel egy ilyen ősi tudás. Most, hogy geometrikus edény, geometrikus díszítésű egy edény, vagy virág ornamentikás díszítésű, ennek is visszább mennek a gyökerei. Összekuszálódtak egy kicsit a szálak. Ugye lehetne erről hetekig mesélni. Hogy is történt igazából a dolog? A fekete cserépedényeken, amit ugye kavicssal díszítettek régen is, ma is azzal díszítik. Ott a régi cserépedényeken régen is geometrikus elemek jelentek meg. A mázas edényeken meg virágornamentikák jelentek meg. De ez mind a kettő használt edénytípus volt. Itt is az a geometrikus elem jelenik meg a fésővel, ez a rárakás, az applikáció, és ez a kavicsolás. Hát ugye ezeknél is szépen ezeket a részeket, mikor betettük ezt a kis negyed rózsaszerű három pettyet, akkor szépen a kővel elkezdjük ezt besatírozni, kis vékony csíkokkal. Amikor beleírjuk azt, hogy például Nádudvar. Ide a közepébe, mert az edényeknek az alján mindenütt ott van, hogy kikészítette, jelesebb, hogy Fazekas Lajos, dátum és Nádudvar. Tehát ez így történik.
hogy honnan lehet összeollózni mintákat, ha az embernek van szeme hozzá. Ugye nézd meg, hogy milyen gyönyörű ez a kis apró kockázat. Fogd meg egy picit, légy szíves, és megmutatom neked, hogy ebből született, látod, ebből született nekem meg ez. Látod, mert gyakorlatilag ez a kis finom árnyékolás, amit belül van, ez. Csak én húztam közé egy vastagabb vonalat. De ez fésűs? Nem, ez kavics. Kavics. A kavics. Látod? Tehát nincs új a nap alatt, csak rendszerezni kellett a dolgokat. Hát ez teljes olyan, mint egy modern edény, az legarhaikusabb edény. Amit én csinálok most mázas edényeket, az többségében német agyagból készül. Ez sokkal jobban megfelel a mai konyhatechnikai elvárásoknak, mint ha úgynevezett fazekas agyagból készíteném. Ezek az agyagok nem is fogadják el, csak az ólommentes mázat, ami ugye ma teljesen kritérium. 1100 fok magaslatában vagy a fölött lehet égetni, és ami nagy előnye, hogy nagyon jó hőállók. Hát az, hogy tűzálló egyedény, majdnem az mindig vitatható, mert igazából tűzálló agyag nem létezik. Hőálló agyagok vannak. Mert álljó, ugye, ha a tüzelnek alá, akkor nagyon egyenletes lángok kell, tehát nem ingadozhat a lángnak a nyelve, amit nagyon kevesen tudnának betartani. Viszont kiváló kemencébe, sütőbe használni, csodálatos töltött káposztát lehet benne főzni. Nagyon jó húsokat lehet benne sütni, tehát nagyon jók. Amellett a kisebb edények mikrózhatók, mosogatóképbe tehetők. Tehát minden olyan mai feltételnek megfelel, amit a vevők elvárnak tőlünk. Nézzük meg, hogy ez a mesterség hogyan épül fel. Erről beszélj nekem, hogy az agyagot azt régen hol bányásztátok, vagy honnan teremtettétek, és hogyan készítettétek elő ezt az agyagot ahhoz, hogy egyáltalán rá lehessen tenni a korongra, és korongozni kelljen. Hát ugye Nádodvaron nem is véletlen, mert nem csak Nádodvaron, ahol jelentős fazekas központ alakult ki, ott mindenütt jó agyagnak kellett lenni. Nádod a határát is körbeveszi a jó minőségű agyag. Valamikor, én emlékszem rá, hogy az apukámmal, amikor kimentünk agyagot keresni, a vályogvedő gödörhöz mentünk. Mert ezek az igazi jó vályogházak is abból az agyagból készülnek, amiből mi az edényt készítettük. A legjobb vályog abból, a jó sárga föld. Mert ugye, amit mi használunk, a sárga föld. Ez a vályogvedő gödrökben megvolt, megtalálható volt, és nem sokat kellett érte áskálni. Mert ott volt a gödör, megnéztük, jó minőségű, bevittük, minden esetben szekére hordtuk be az agyagot, még abban az időben, mikor én még gyerek voltam. Ma már ugyanezt autóval, kis furgonokkal hoztuk be. Mikor az agyagot bevittük a műhelynek a portájára, ott leborogattuk, és eleinte, még mikor én tanuló voltam, nem is iszapoltuk az agyagot, hanem egy fakalapáccsal, úgy hívtuk ezt, hogy furkó, olyan földnedves agyagot a műhelynek a közepére egy nagy kupacba, mint egy bogja. Kalapáccsal összevertük. Én is, mint gyerek emlékszem, hogy élveztük, hogy nagy kalapács üthettük ezt az agyagot. Ezt nagyon tömőre össze kellett súlykolni, összeverni ez a kalapáccsal, és akkor egy szelővel. Ezt a szelőt úgy kell elképzelni, mint egy sarló. Mint egy kétnyelű kés. Mint egy kétnyelű kés, így van, mint egy kétnyelű kés, és azzal, amilyen vékony szeletre csak lehetett vágni, szépen leszeltük. Úgy hívták, hogy szeljük az agyagot. És ahol volt benne egy kis vízkő, tehát valami kis szennyező anyag, azt az ujjunkkal úgy kipiszkáltuk belőle. Ezt úgy hívtuk szaknyelven, hogy ujjazás. Tehát, hogy ki kellett szedni ezeket a köveket az anyagból. És akkor, amikor leszeltük, akkor a műhelyben, egy sarokba, emlékszem rá, hogy volt ilyen kideszkázott rész, arra tett apukám mindig egy nagy vizes rongyot, és arra raktuk rá ezt a szelt anyagot. És ott már mindig egy picit meglocsoltuk vízzel, hogy olyan keménységűvé váljon, hogy olyan puha legyen, amiből majd lehet korongozni.
Taposni nem tapostál? Várjál, igen. Mikor ez az agyagot 2-3 napig pihent, ugye adni kellett, hogy a vizet magába szívja. Mert ugye az agyag az vízzáró, az nagyon nehezen akarja bevenni a vizet. Mikor ez annyira összeérett, hogy úgy mondjam neked, 2-3 nap alatt, utána volt egy olyan méterszer, méter 40-50 centis deszkalap, amin megtapostuk az agyagot. Erre azért volt szükség, mert ugye sokkal könnyebb taposni az agyagot, mint gyúrni. Ugye az ember áll, testsúlya mindig ott van 80-90 kiló, és akkor szépen mindig a deszka közepére tettünk egy 5-6 kilónyi agyagot, és akkor onnan kezdtük el taposni kifele. Mint egy leveles tészta, úgy épült ez fel. És egy-egy deszkár olyan 70-80 kilónyi agyagot rátapostunk. Mindig igyekezni kell úgy taposni, hogy a kör alakú legyen, és akkor a kör egyik szél a taposó deszka szélénél legyen. Hogy mikor megtapostuk, ugye azért is volt hosszabb, mint amilyen széles, hogy könnyebb, mint az a kar, ugye könnyebb volt felemelni. És akkor mikor meg volt taposva az agyag, akkor felemeltük, az a végén megállt, és onnan egy szelődróttal szépen kockákba próbáltuk elvágni, vissza a sarokba, arra a vizesuhára, és abból lehetett dolgozni a következőképpen. Tehát a korongoláshoz a szerszámok a következők. Kell egy ilyen nagy bőrdarab, ezt úgy hívjuk, hogy szorítóbőr. Ezt ide kirakom közbe. Van egy kisebb bőrdarabka, ezzel húzzuk felfel az agyagot szépen, és van egy egészen kicsi bőr, ezt úgy hívjuk, hogy csípőbőr. Ezzel fogjuk meg az edénynek a szélét, megcsípjük, csíkot húzunk. És különböző méretű, ilyen háromszög alakú formázó késeket használunk. Ez kisebb. És ennyi. Meg ilyen kis szivacs darabkákat használunk még. Tehát ugye ez az első fogás, hogy az agyagot, amit ide feltettem, ezt az agyagrögöt, szépen ide befogtam a korongtányér közepére. Most már közepén van, és szépen ki van lukasztva, és innen bármit tudok csinálni. Ebből csinálnék egy tálat, egy vázát, egy kancsót. Ez most egy ilyen magasabb forma lesz, és szép lassan kezdem húzni felfel az agyagot. Tehát hogy ezért kell ez a bőr, mert ha nem veszem az ujjamra, akkor ez a kis bütyök mindig nagy csíkot húz rajta. És így viszont ez letompítja, és szépen csúszik is rajta, és tudom könnyen húzni felfele. És ami nagyon fontos, hogy a bal kezem mindig belül van, a jobb kezem kívül. És így szembe kell dolgozni, tehát a középső ujjomhoz nyomom hozzá mindig az agyagot. Tehát így. Mert ha nincs szembe a két kezem egymással, ugye akkor így menne az agyag, így. Ugye veszünk egy ilyen szivacsot a kezünkbe ilyenkor, és ettől marad nagyon szép sima belső is, mert nem az ujjommal formázom csak, hanem ezen a szivacson keresztül.
Amikor megcsinálom az edénynek az öblét, tehát itt ezt a részét, akkor már nekem nem kell oda lenyúlni. Itt meghagytam ezt a kis nyakrészt egy kicsit vastagabb agyagnak, ebből fogom kiképezni a nyakát. Ez is egy ilyen vastagabb bőr, ezzel tudok ide szépen behajolni, hogy a nyakát tudjam alakítani az edénynek. Ez egy egészen kis vékony bőr, kis szarvas bőr, és ezzel húzunk csíkot az edényre. Így a körmömmel egy kicsit megnyomom. És hogy ezt a részét, úgy hívjuk, hogy fenékszeg az edénynek, ezt mindig utoljára szoktuk megcsinálni, mert ugye, ha hamar beszűkítem az alját, akkor nem áll olyan stabilan a koromon. Tehát ezt mindig a végére hagyjuk. És mikor kész van a formája az edénynek, most úgy néz ki, hogy egy váza, de ez egy kancsó lesz igazából. Azért kell ilyen bőre hagyni a nyakát, hogy a csőrét legyen miből kialakítanom. Ez a kijöntő nyílás. Így van. Ez egy boros kancsó lesz. Az a különbség a boros meg a vizes kancsó között, hogy a vizes kancsó csak így nyomunk egy csőrét. Az ugye nincsen, csak innen eddig megvezetve. Mert a vízből azért még van. A bort azt már innen megvezetjük, hogy ide tereljük ebbe a kis csőrébe, hogy azt relegánsan lehessen önteni belőle. Ezt a kis agyaggolyót meg azért tesszük oda, hogy összefogja a csőrét. Ezt minden esetben így nyersen élik oda tenni, mert ahogy szikkad az agyag, vagy az edény, ez hajlamos itt szétmászni. Így viszont nem tud, amellett, hogy esztétikusabbá is teszi. Igen. És ennek kétféleképpen lehet fülét tenni, vagy így teszünk egy szép kecses fület, vagy így. Én ezt a fület szeretem jobban, azt meg lehet fogni. A másik olyan két ujja foghatós, az nem annyira. És mindjárt megmutatom, hogy hogy történik az a fésűvel, az a végső díszítés. Ez lenne jó a szaru, de hát vastagok. És inkább használom ezt a kis finom műanyagot, mert végnyabb. Így. És mikor készen van, ilyen vékony dróttal, hát egy közönséges horgász drót, a két végén egy rongy, ami összesározódik, megfogom, egyenlően, hogy meg kell feszíteni mindig. És így megfeszítem, és elhúzom az edény alatt, itt a körömtányér fölött, és így tudjuk levenni.
Így van, kész. Hogy ezt hívjuk fülagyagnak, és akkor mindig olyan formára nyújtom, mint ahogy látjátok, hogy ezt a részét meg tudjam fogni, bal kezem és a jobb kezemmel pedig húzom a fület. Mindig mártogatni kell a kezünket a vízbe, és akkor olyan szögbe, formára tartom az ujjamat, amilyen fület akarok húzni. Ha kereket, akkor kört alakítok, ha lapos fület, akkor így tartom a kezem. Ugye ma már vannak ilyen fülnyomó prések, de hát én azt sem tudom, hogy kell használni. Én még azt kitisztogatom meg, kitalálom, hogy most melyik lukon jöjjön ki, mit tegyek oda, addig én háromszor kézzel meghúzom a fület magam. Ugye itt a végében mindig összegyűlik a levegő. Ezt innen szépen lecsípjük, és úgy marad meg szépen a fül. És mikor úgy gondolom, hogy ez már jó, akkor ide szépen lerakom. És ha nem egy ilyen sima fület akarok rátenni a kancsóra, hanem egy kicsit díszesebbet, akkor megdíszítem a fülét egy kicsit. Tehát ezt úgy hívjuk mi szaknyelven, hogy furdaló. Ez egy bodzafából van egy kis ág kihegyezve. Erre kevésbé ragad rá az agyag, mint bármelyik más fára. És akkor ezzel ezt a fület egy kicsit megdíszítem. Tesszük a kancsót, hogy ez most már ilyen bőrkemény állapotú. Hallik is, hogy kopog, ugye. Ez viszont egy egészen puha agyag, így egy kicsit megütöketem a fülnek ezt a részét, amelyiket felrakolom ragasztani a kancsó széléhez, és akkor ugye ezt szépen ide ragasztom, hozzádolgozom. Na most, ugye ez azon az elven ragad ide, hogy ez mászikkat, ez nagyon nyers, és szívja magába a fülből a nedvességet. És mint egy vákum hozzá szívja. Ezt szépen elsimogatjuk, mintha az onnan nőne ki ez a fül. Itt is ugye széléhez. Nagyon fontos, hogy lehetőleg a fülnek a vastagsága olyasmi vastag lett, tehát így ez a vastagság, mint az edénynek a széle. Mert száradáskor így egyszerre fog száradni, és sokkal kisebb az esély annak, hogy leszakítsa a kancsónak a szélét. Így hozzáragasztottam, akkor hát ízlés szerint el kell találni, hogy milyen szögbe, formába álljon ez a fül. Tehát és a fekete edényeknél mindig teszünk egy úgynevezett fültöltést. De ha megnézzük, az összességi edényeknél is van, a feketénél szinte mindnél. Az azt jelenti, hogy itt ki kell szúrni. Át kell fúrni az edény falát, és akkor teszünk oda egy ilyen kis, hát mint egy nudli kis agyagot. Így szépen ide beélesztem. Így, és ezt ide bedolgozom. Miért kell ott kifúrni azt az edényt? Azért, hogy a levegő, mikor ezt dolgozom oda hozzá, ezt a fültömést be tudjon menni az edénybe. Meg majd égetéskor. Ugye, mert
én hozzádolgozom ezt a kis fültömést az edényhez meg a fülhöz, hogy bármit csinálok, mindig maradna az edény meg a fültöltés között egy pici levegő. Mám pedig az égetés közben ki tud annyira tágulni, hogy képes az edény fülét levenni. Így viszont nem mer belemegy a kitágult levegő az edénybe. Nem mi találtuk ki ezt. Több ezer éve tudják. Csak el kell hinnünk, hogy amit kitaláltak, az jó, és annál nem kell jobbat kitalálni. Nem is tudunk. Amikor így rásimogattam a fület, viszonylag földnedves kézzel, tehát nem ilyen nagyon vizessel, utána megtörölgetem a kezem ezzel a szivacssal, és szivacssal szépen lesimogatom, összemosom a fület az edénnyel. Összemosódott csík, azt pedig szépen kiegészítem. És hogy egy kicsit még szebb legyen a fül, meg tudom díszíteni egy kicsit ezzel a kis pálcikával. Ide pedig teszünk még két kis pici pettyet, ahonnan elindul ez a kis díszítés, és ezzel egy picit visszajátszom a szembe lévő kis pettyet is, és ez is szebbé teszi. Ez szerkezetileg nem kellene, csak... Nem kellene, nem csak, ez csak, ezt én, csak az összhang miatt. Meg hát ez a hármas egység, ami a népművészetben annyira jellemző és fontos, így akkor szépen megjelenik. Tehát ezért. Így. Hát ennyi. És most már ezt csak szépen meg kell szárítani, majd megkavicsozni, és akkor kész. Lajos, kikorongoztad az edényt. Utána mi történik az edénnyel? Hát ha kikorongozom az edényt, kérlek szépen, meg kell szárítani. Hát a szárítás az egy külön szakma. A nagy üzemekben külön volt ilyen, hogy szárító mester. És az edénynek a fajtájától is függ, hogy kell szárítani. Másképpen kell szárítani egy szűknyök edényt, egy tányért, vagy egy kis öblös edényt. Egy kis öblös edényt azt a műhelybe felteheted a porcra, mit mondjak neked, akár 2 méter magasságban is. Egy tálot lent, 50 centire. Vagy egy szűknyakút is, mert hirtelen szárad. Na most például egy szűknyök edénynél, ha felteszed egy 2 méter magasságba, egy 24-25 fokos helybe, az képes egy fél nap alatt teljesen elkajszulni. Az azért van, mert ugye az agyag száradás közben elég sokat zsugorodik. A nádudor agyag durván olyan 9-10%-ot. Na most, amerről a meleg éri, ott jobban szárad. Az arra el fog hajlani. És onnan már csak azon az áron hajlandó visszahajlani, hogy ott elrepet. De kész. Hát kész. Na most ezt minden fazekas csak a saját kárán tanulja meg. Nekem is hiába mondta az én apukám, én meg a szívét, hogy fiam, lent kezdjét szárítani. Mikor sürgős volt, fentebb tettük. Mikor szétment, utána rájöttem, hogy lent kell szárítani. De ugyanez a helyzet nyáron, nem teheted ki a napra az edény, akkor széjjel megy. Nem teheted ki a szélre, mert széjjel megy. Hát ugye a fazekas háznak, amit a hátul meget van, azért, mert ez a nagy mély tornác, hogy ha szélcsendes idő van, a kikorongozott edényt már azonnal kihozhatom, de csak ott belül az ablak alá közvetlen. És csak a lócákra. Le. Ott semmi baja nincs. De ha kiteszem szélre a kecskelábakra, ott már mind széjjel megy. Tehát óvatosan, szépen kell megszárítani.
Minél nagyobb egy edény, annál később szárad meg. Hát ez logikus is. Megszáradt az edényünk, Lajos. Mi a következő? Na, ugye itt is külön kell választani. Ha feketét készítünk, akkor teljesen csonttá kell szárítani az edényt. Maradjunk a feketére most. Igen. Megszáradt az edény, és egy étolaj és víznek a keverékével lepamacsoljuk. Ezt úgy hívjuk, hogy pamacs. Na most az olaj, azt mindenki tudja, hogy a vízzel nem nagyon szeret barátkozni. Igen. Emiatt a vizet mindig felforraljuk. Tehát forró vízbe öntünk olajat. Ez gyakorlatilag úgy van, hogy kétharmad víz, egyharmad olaj. Igen. És így már jobban kezd barátkozni az olaj a vízzel, de hogy teljesen homogénná tudjuk összekeverni, mindig tenni kell bele egy kis anyagot. Ezzel vastagabbá is válik egy kicsit, és így szépen homogén marad. Na most ezzel ezeket az edényeket lekenjük. Magyarul bepamacsoljuk, így hívjuk, hogy bepamacsoljuk. És pamacsolás után meg kell az edény szárítani. De ez egy óra, másfél óra. Ez nagyon sok esetben úgy történik nálunk, hogy ma este lepamacsolom azokat az edények, amit holnap akarok mintázni. Letakarom egy nájlonnal, rálökök egy száraz rongyot, hogy maradjék egy kicsit levegőtől elzárva, és akkor ugye reggel, mikor kiveszem egy posztó darabbal, szépen ledörzsöm róla azt a pamacsot, amit nem tudott magába inni az agyag. És ezt követően egy egyszerű folyami kavicssal, erről már beszéltünk, rásíkáljuk a mintákat. Mikor megtörtént a síkálás, gyakorlatilag az edény kész van. Csak meg kell égetni. Hát ezt egy egyszerű fafűtéses kemencébe égetünk. A kemencének a formája olyan, mint több száz évvel ezelőtt is volt. Ez a hagyományos búbos kemence, két részre tagolható, az alsó egyharmad a tűztér, a másik kétharmad a hasznos tér. Ez egyik a másikától egy ilyen boltíves karozattal van elválasztva. Régen ezt mindet vájúból készítették, de igazából az első égítés után az is tégla lett. Ma már többségében azért téglából építjük, és a tűzterét samott téglából egyszerűbb legyék a karbantartása. De mondom, a formája ugyanolyan, mint régen. Most ugye ezeket a fekete edényeket égető kemencéket, mikor megépítjük, körbe kell tölteni földdel. Majd erre visszatérek, hogy miért kell. Teljesen körbe töltjük, másfél-két méter szélességbe. Mikor ebbe berakjuk az edényeket a kemencébe, még a méretéről annyit, hogy mindig a fazekas a termeléséhez mérten csinálja kemencét. Van, aki sokat termel, az egy nagyobb kemencét épít, vagy ha nagy edényeket készít. Aki keveset termel, kisebb edényeket készít, az egy kisebb kemencét épít. De az igazi fazekasoknak két kemencéjük van. Van egy nagyobb is, meg van egy kisebb is. Tehát így rakjuk szépen be az edényeket, alul mindig a kemence hátuljában a nagy edényeket, előre a tűztér közelébe, tehát itt, ahol feljön a tűz, meg mindig már kisebbeket, és lehetőleg úgy kell rakni, hogy a tűz szépen körbe el tudjon járni mellette, és hogy ott, hogy látszódnak azok a lukak, ott jár fel a láng a füsttel együtt az edények közé. Tehát, és így rakjuk addig, míg ez tele nem lesz, és utána úgy lehet begyújtani a kemenc alá is. A 9-10 oroszlat égnek meg. Szóval mindig úgy gyújtunk a kemencének alá, hogy elég itt kint legyen tűz, itt a szélénél. Hát ez ősi módszer. Két láb, kis szilánk rá, újságpapír, és még meg nem gyúlod, addig itt a tart. Fontos, hogy száraz fát kell mindig használni.
az égetéshez, mert ugye a nyers fát használunk, abból rengeteg víz kijön még, és a pára alá megy a kemencén keresztül az edénynek, és az nagyon káros tud lenni. Tehát ugye az elején azért kell itt tüzelni, hogy csak éppen-éppen egy pici meleg menjen be az edények alá. Mert ugye, hogy beraktuk az edényeket, hát láttátok, igazából az edény már itt van közvetlen. Tehát én betolnám a tüzet, ez a láng már érne az edényeket. Mind elcsattan. Nem lehet olyan gyorsan tüzelni. Egy pár óra hosszáig, egy 2-3 óráig itt ég a tűz, csak mindig egy nagyon picit majd mutatom, és akkor bentebb csalogatjuk. Mondjuk egy másfél óra múlva már egész idáig el lehet hozni a tüzet. Később meg egészbe tesszük, sőt olyan hosszú fával fűtünk, hogy a kemence teljes keresztmetszetét átérje. De most még így azért van ez a kis vaspálca, hogy ezzel szoktam szabályozni, hogy kintebb húzom a tüzet, bentebb engedem. Ilyenkor igazából a láng nyelvének a kemence szája szélig szabad érni, esetleg egy picit néha behúzat, ugye berántja, de ezt elbírja az edény. Tehát mikor elértük azt a hőfokot, hogy van benne 850 fok, akkor a kemence teljesen teletömjük fával, amely fa csak ráfér. Teljesen, ugye már a benti rész az tele van, itt a száját is megrakom, nagyon jó, amennyi csak ráfér. Így, és ilyenkor le kell zárni. Elveszem te az oxigént, ide teszek egy előtét, mindjárt megmutatom, hogy történik, be egy súbert, közzé egy kis homokot, hogy ne kapjon levegőt. Ez a következő képen van, hogy ezt ide teszem, így. Ezt a súbert ide betesszük szépen, így. És ott a közit pedig teleöntjük homokkal. Tehát oda beöntjük a homokot, és azzal tökéletesen elzárjuk, hogy ne tudjon levegőt kapni. Felmegyek a tetejére, mert ugye ott még levegőt kap. Leveszem a kéményt, és ott is lezárom. És ott is lezártam, attól kezdve ugye nem kap a fa oxigént, nem tud égni. És ez a fa átalakul faszénné egy 24 óra alatt, és a felszabadult szén beépül a felhevült agyagnak a pólusába. Attól kapja ezt a gyönyörű bársony és fekete szín. Ezt a kéményt most már leveszem innen. Így. Ezt a karikát ráteszem, így zárom le. Rátesszük ezt a stusznit, és akkor itt pedig egy lapáttal körbeengedjük rajta a homokot, hogy sehol levegőt ne kapjon. Tehát lényegében így van lezárva a kemence. Azért kell a kemence mellé a töltés, azért most mondom el, mert azért képzeld el, mikor egy olyan 850 fokos hőt belefolyt ezt egy kemencébe, és még rajta van 30 kiló falmot, el szeretné égni. Hát olyan nyomás van, hogy az hihetetlen, ha ez nem lenne ez a kemence feltöltve, akkor megemelné. És levegőt kapna az edény. Igen, vagy az oldalára akárhol. És ha levegőt kap, ugye oxigént, akkor az a fa elkezdett szépen pislákolni benne, égni. És attól kezdve ez nem lesz fekete. Tehát ezért kezd a nagy töltés a kemence mellé. Na most, mikor ugye eltett ez a 24 óra, szépen kibontjuk a kemencének
minden esetben először a tüzelőnyílását, és akkor kihúzzuk alól a faszedet, mert most már az faszén. Nagyon sok esetben még egy 24 óra után ez a szén, mikor oxigént kap, levegőt kap, visszaízzik, begyullad. Azt vagy elhagyjuk égni, télen mindig elhagyjuk, most melegít legalább a kemence előtt, vagy lelocsoljuk, és akkor jó lesz majd flekkén sütni, mikor megint megszárad. Utána kibontjuk a tetejét, hát ugye azért nem lehet előbb a tetejét kibontani, mert akkor a faszén meggyulladna alatta is. Pislákolna. Először is nem bírnál a tetején meglenni, mert a gázoktól megfulladna az ember a tetején, a másik meg az edénynek sem használna, hogy ott elkezde langolni alatt a tűz. Tehát ugye kibontjuk a tetejét, kiszedjük az edényeket, hát ilyenkor még az elég meleg. Vagy kesztyűvel, ilyen azbeszt kesztyűvel, vagy kis fémkampókkal kiszedjük, kicsit a korongtól megtisztogatjuk, és minden darab edényt kipreparálunk, hogy vízhatlan maradjon. Na, ez az a dolog, amit ha a nagyapámék csináltak volna, meg a déd nagyapámék, akkor a fekete csirű soha nem lett volna híres. Uh-huh. Mert mi most azt a jó tulajdonságát kell, hogy elvegyük, ami miatt ezt több száz éven keresztül szerették. Mert ugye régen azért szerették, mint ahogy elmondtam, hogy hideg maradt a víz, magvak nem penészettek meg, de mikor ezt elkezdte a család az 50-es években többek között vázaként is készíteni, akkor meg az volt az elvárás, hogy a váza ne hagyjon egy foltot az asztalon. Új követelmény szint. Új követelmény szint, így van. És akkor ugye azért mártjuk be a parafinba, hogy a parafin eltömít a pórusa. Ebben az üstben van a parafin. Közönség is olyan parafint, amivel a hordókat is preparálják, a boros hordót. Vagy ilyen bülöntik a gyertyát. Ezt felfőzzük, és minden darab edényt azért, hogy tökéletesen vízhatlan legyen, ebbe meg kell fürdetni. Ez a következőképpen történik. Fogom ezeket a vázákat, kérem szépen, egy ilyen kampót belakasztok, és akkor ebbe a parafinba szépen így belemártam. Hagyom benne addig, míg ez teljes átmelegszik. Hogy tudjátok érzékelni, hogy körülbelül mennyi parafint iszik magába a fala, ezt tele fogom merni egy tölcsérrel, és akkor meglátjátok, hogy egy pár perc, mennyivel lesz kevesebb benne a parafin. Tehát ez így van tele. Hát ott már ment le egy 3 mm-t. És ez, ami benne van, mikor átmelegszik szépen, akkor ez a kanállal megkeresgetem, így megemelem, hogy lássam, hol van a szája, kampót belakasztom, és ezzel szépen kiveszem, meglocsolgatom egy kicsit, kiengedem belőle a parafint, leöblítem szépen, és rakom ki oda többi mellé a polcra. Így. És megvárjuk, míg ugyanúgy beissza a parafin, mint ahogy a többi már beitta. Egyetlen munkafolyamat van még hátra, hogy ezt a parafint, ami kívül rajta marad az edényen, ez egy picit a kavicsos díszítést opálossá teszi. Tehát onnan ezt le kell szedni. Tehát ugye mikor már így kezd inni be a parafint az edény, akkor szépen fogjuk és egy ruhával így megtörölgetjük, hogy ne tudjon olyan sok ráfagyni kívül, mert hogy akkor a szesszel nagyon nehéz róla leszedni. De lehet látni, hogy addig még le nem törölöm, homályosabb. Ugye, hogy jön le, akkor mindig jön vissza a fény a mintának. Tehát ezt így kell. És majd a legvégén pedig egy denaturál szesszel ráítottunk egy kis suhára szeszt, és azzal még egyszer áttöröljük, és akkor a felesleges parafin, ami még itt a mintát egy picit opálossá teszi, azt még leszedjük, és akkor gyönyörű, csillogó, fényes lesz. Ezzel kész van a nádudvari fekete kerámia. Én 47. éve élek együtt a feleségemmel. Csak hálás lehetek neki, mert mindig asszisztált nekem a szakmához. Olyan nyugodt és biztos hátteret teremtett a számomra, hogy egész életem igazából a szakmának élhettem. Kiváló segítségem a szakmában. Jó hátteret biztosít.
gyerekeinket gyönyörűen neveltek. Én igazából csak az anyagi hátteret tudtam nekik megteremteni. Emiatt van is egy kis lelkisebb fordulásom, hogy kevés időt töltöttem a gyerekeimmel. Ezt próbálom az unokáimmal egy kicsit pótolni. Nem mindig sikerül a segíteni. Hát ha ma itt tartod, akkor el szeretném mondani, hogy két gyönyörű gyermekünk van, egy fiunk és egy lányunk, és négy nagyon szép unokáink. Reménységem van a felül, hogy az unokák közül valamelyik majd tovább viszi ezt a szakmát, és hát ő is egy kicsit a fazekas dinasztiának a hagyományait megőrzi, továbbadja. És hát sok lakásba elkerül még világ minden táján a dinasztia utódjai által készített edényeknek is egy különbség.